ahogyan az előkelőbbek általában. A lovasok is csizmát hordtak, a gyalogosok inkább bocskort vagy sarut hordtak. Kinek mit erre, ugye a bocskorban nagyon jól lehet gyalogolni, a csizmában meg lovagolni. Egy biztos abba tűrték a nadrágukat, legyen szó bő, vagy éppenséggel szűk nadrágról, ez majdnem harisnya, így is hívták, kérem szépen. Aztán pedig a fejfedőről néhány szót, ez a jellegzetes kalpak, föveg, vagy éppenséggel kalap, ugye, ami a hajdukra jellemző itt a gyalogság esetében. Ez pedig onnan ered, hogy a magyar hajduk, azok eredetileg tehát a marhák hajtásának kíséretei voltak, és aztán, amikor a török világgal ez ugye elromlott ez az üzlet, utána a szabad legényekké váltak, és aztán nagyon lassan, csak nem száz esztendő alatt lesznek majd bocskai híres, nemessé fogadott hajdúi ezek a hajduk, de hát ebben az időszakban épp hogy állást kaptak néhány végvárba, porral, azaz puskával és lőporra fölvették őket esetlegesen a várőrségekbe. Igen, kiváló katonáknak bizonyultak, aztán ugye mert rendezetlen bátorságok és edzett ugye, katonák voltak ezek. De hát jó szerint mind a török, mind a magyar kér jobb szerette a hajdút fán száradva látni, mert ugye ha nem kapott fizetést előfordult, hogy vagy a török kereskedő népet, vagy pedig a magyar parasztot is egyaránt, egyforma szeretettel kiforgatta vagyonából, épp hogy a szükséges betegség.